pedig nem más, mint egy újabb legós videó, sort of. Itt van velem Benedek, akivel már találkozhattatok egy korábbi videóban, amikor is mikrofighterekről készült speciális fényképekkel foglalkoztunk. Pontosan, és akkor ugye csak arról beszéltünk, hogy hogyan készültek ezek, meg egy-kettőt újra csináltunk, így, hogy mondjam, szimuláltunk, viszont... Felöntöttük homokkal a nappalit, ennyi történt. Igen, viszont most... Kedvenc videósatokat egy komoly kihívásért fogom állítani, ugyanis most neki kell megcsinálnia. Úristen, kiírhatom a videó címében, hogy kihívás videó? Yes! A lényeg az, hogy most én tulajdonképpen itt csak egy ilyen kis háttérelemnek leszek, de itt most te fogsz megcsinálni egy képet, egy Apollo 11-es fotót. Az első tojfotó lesz ez, kérlek szépen. Reprodukálnom kell egy képedet. Ne, röviden összefoglalva. Nem alapvetően az én képemet, hanem egy archív képet, amit én is reprodukáltam. Szóval reprodukáltál egy archív képet, én meg reprodukálom a te reprodukciódat az archív képre. Nem, hanem az archív képet reprodukálod, te is megkapod az archív képet, és rá kell jönni, hogy hogy csinálsz a füstöt, hogy... Ácsi, nem is láttam a te képedet? Nem, mert akkor arról már elárul, mert arról valószínűleg már hamarabb észrevennéd, hogy mi a trükk. Most neked nulláról kell kitalálni. Az van, srácok, hogy én nem feltétlenül elkészültem lelkileg a mai nap folyamán. Tudom, ezért nem mondtam semmit. Semmit nem aludtam meg, nem is láttam még gyakorlatilag ezeket. Sőt, az helyzet, hogy hozott olyan cuccokat, amire kíváncsi volt, hogy nekünk van-e, és össze kellett kötnöm asszonypajtással külön, hogy megbeszéljék, hogy ilyen... De, hogy én ne tudjam semmit. Hogy én ne tudjak semmit. Idén van az 50. évfordulója a hordaszállásnak. Pontosan. És ennek a keretén belül így a LEGO egy kicsit jobban szeretne fókuszálni erre az egész űr témára és az űrrel kapcsolatos készleteikre, ami... Hát iszonylag jó. Igen, van a fő királya. Mi most itt a Saturn 5-tel rendelkezünk, mert nekem az van meg, és imádom, és nagyon vártam már, hogy egy újabb videóba berakassam, úgyhogy értelmes legyen, és ne csak ott legyen. És hogy egyébként ez egy általuk szponzorált videó is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik a lehetőséget, hogy újra dolgozhatunk együtt. Illetve, hogy újra dolgozhatunk együtt valamin, ami happen to be nagyon cool. Te tényleg az, hogy kell megcsinálni, hogy lássam a tied? Hát ez a poén, érted? Most előttem, hogy nyilván van azt a képet, ti is azt a képet látjátok, amit most nekem itt reprodukálnom kéne. Így van. Az a helyzet, ezt egy kicsit kellemetlen bevallani. Elképzelhető, hogy nem gondoltam arra, hogy ez ténylegesen feljebb van emelkedve. Aha, de a szerencséd az, hogy alapvetően azért itt vagyok, segítek, tehát én hoztam megoldást arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni felemelkedésnél, ha nem jut eszedbe jó. Készülj, megmutatom, hogy mivel készültem a kilövő állomás néven. Atya úristen! Ja. Ez király, csak hogy a... Ne is fáradj vele! Jó. Szóval... Antenna, van antennája is, nézd, antenna. Még mindig ne aggódjam nagyretektől. Okay, soha ne. Nem az számít. Nem. Szóval, én is látom, hogy itt van méretbeli különbség. Viszont... But... Nagyon kevés dolgot tudok a fotózásról. A perspektívákkal való csalás az egyik. Szóval, sikerült teszt körülmények között megoldanom azt, hogy az a rakéta valahol ott volt a kanapénál, ez a torony valahol itt a számítógépen mellett, és ha köztünk van ez a szükséges, hát jó, 3-2 méter, 2,5, igen, akkor egy magasabb. Ez igaz. A következő probléma merül fel itt, hogy ugye kell füstöt csinálnunk. Na most, és hogyha megnézed, akkor azért az a füst, az belóg bizony az elé is, mivel hogy onnan jön ki. Na most, hogyha mögötte van a füst, és ez meg itt van előtte, akkor gyanús lesz, hogy ez a torony bizony valahogy... Vannak részek, amikről nem gondoltam feltétlenül. Jó van! Mit találtál ki füstre? Semmi. Jó, az biztos, hogy működni fog. Ez az egyet a világon sem. Oké. Én az a helyzet, hogy összeraktam ezt a tornyos dolgot, és annyira elégedett voltam magammal, késznek éreztem a produkciót. Oké, akkor esünk neki most. Szóval, miből csinálnád a füstöt? Én tudom, hogy te nem Photoshop-hoz, viszont azt is egyéb puhány vagyok. Nem. Itt most kreálni fogunk füstöt, ha tetszik, ha nem. Oké, csinálunk füstöt. Ja. Azt a füstöt is megcsináltad, ami így leomlik róla? Most keressetek egy olyan Google keresés, hogy how to make. Nem? Hát valószínűleg gondolom valami dolgot öntöttél valami másik dologra. A kémiatanárom csinált ilyeneket. Amúgy
Marha jó ötlet, de nem száraz jég és nem kémiai reakció. A száraz jég lett van a tippem, mert nem arra, hogy mi most azt használjuk, mert guess what, nincs száraz jég. Pedig rohadtul szeretném, ha én nekem én száraz jégre gondoltam volna. De nem. Ami még számít út, az valami vagy vízpára, de az nem lesz ennyire erős, és nem lesz ennyire testes. Marha egyszerűre gondolj, de tényleg annyira... Na, igazán, na, akkor kicsit segítek. Ugye asszonypajtással beszéltem, hogy kéne valamit beszélni. Ami a fürdőszobában van. Igen. De ez vegyi anyag, nem? Persze, azért vegyi a nitrogén, meg egy kis glicerin, meg mondjuk egy kis nem... Jó, nem minden vegyi anyag, érted, mint ráöntjük, nem tudom mit ad. Nem. Viszont én hoztam ilyen cuccot, és már becsempésztem. Most jön az a rész, amikor így elvég, és meg kell ismerem, hogy mi nincs általában a fürdőszobánkban. Na hát akkor, hogyha nincs más hátra, akkor teszünk egy bathroom tour. Let's do. Na ezt se hittétek volna, hogy ebben az adásban kiderül, milyen Siriusnak a fürdőszobánk. Egyébként tök durva, hogy még nem volt house tour. Hát akkor most kezdjük a fürdőszobánk. És azért nem, mert hogy nincs, nem tudom. Hát house van, vagy útörök. Na mindegy, jó, let's do that. Most fel kéne ismerem, hogy mi nem szokott itt lenni. Hát nem is az, hanem úgy gondolkodj, hogy mi az, amit tudnál hasznosítani. Azokat biztos nem, mert azok csak a samponjaink, az összes többi felsés. A fogkrém az nem számít. Az a szakálbalzsamom. Szakálbalzsam? Mi szerinted ez a szakál magától csinálja meg magát? Jó, tételezzük fel, itt van. Oh God. Tehát úgy tudok felfüstöt csinálni, hogy önmagában. Igen, tehát azért a füstöt azt szabadon értelmezd. Füstöt tágan. Szabadon, tágan. Akit van még egy ilyen dolog? Az van, hogy még csak olyat se látok, ami ne lett volna itt mindig! A végén kész leszel, tehát... Én már kész vagyok! Vonyítani fogsz. Ó, várjál! Ó, azt hiszem megvan, mert jól szó. Ennyi? Hát, az bizony gyanús. Mert mint, hogy vatta? Vatta? Csak ennyi? Csak ennyi? Ezt túl gondoltam. Na hát túl. Ettől függetlenül nem tudom, hogy csinálom meg, mert te vagy. Ez igen, ezt észre kellett volna vennem. Szóval az van, hogy elfelejtettem eddig bekapcsolni a mikrofont. Lehetne valamivel javítani, hogy tönkre ment, vagy valami. Nem, szóval elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont, viszont... úgy döntöttünk, hogy felározzuk a hangminőséget az autentikus tartalom oltárán. Hát igen, szóval azt nem lehet úgy újra csinálni azt a fejt, mikor rájött a... Megpróbáltam elblitzelni azt, hogy a világ összes kémiájára gondoltam, és igazából vattából csináljuk a füstöt. Sokkal egyszerűbb. De nem sikerült. Vatta, oké, szóval vattából csináljuk a füstöt. És akkor viszont meg tudom konkrétan mutatni a csináljuk. Képet, ami készült. És akkor most meg tudod mutatni azt, amit te csinálj? Ja, hogy azért nem. Egyébként hozzá kell tennem, hogy ez elég állatul néz ki. Bár az én tanyom menőbb, csak nincs a hajó mögött, ami egy kicsit technikai problémát okozhat. Egyébként ebbe a vattába, ebbe marha sok van. És ebből ilyen golyósákat kell úgymond csinálni, és azt rakod le, az egy ilyen, ilyen tömeg olyasmi, el kell egymásra pakolni, és kell valami állványszerűség, amire azért hozzá tudod rakni az egészet. Tehát amire neki tud dölni. Igen, neki tud dölni, amihez esetleg egy-két drótot hozzátekelsz, és azzal mondjuk megtartod a vattát, mert nekem például amikor visszafordul a füst, az úgy sehetően hogy volt egy ilyen... Tehát, hogy itt, ahogy visszafordul magába, itt az alatt van egy állvány, arra van egy kis drót rakva, és itt ez a csücsök, ez arra fordul vissza le. Tehát, hogy kell valami azért, amire rá tudod rakni, hogy neki tudod támasztani a vattát, de gyakorlatilag így ennyi. És akkor ezek pedig a hajó szélénél, vagy egy rakéta szélénél, azok pedig csak ilyen nagyon szépen le vannak tépegetve lapjaira. Aha, igen, leomló jégdarabok. Így van, és mivel ez ilyen darabos kicsit önmagában, ezért eszményi pára leválás ehhez, mert hogyha megnézed, még darabok is ott vannak benne, tehát hogy nem ez a homogén vattal elógás, hanem kis finom szemcsék is ott vannak benne, tehát tökéletes. Tudod, hogy tudnánk megoldani az én torony elképzelésemmel? Na. Ha a vatta fellegek is elő vannak a toronnyal együtt. Tehát, hogy elő van a torony, elő van a vatta, és hátul van a rakéta. Oké, a következő kérdés az az... Nem, ezzel a probléma a következő, hogy ugye itt én azért tudtam... Méretarányok? Méretarányok meg az, hogyha annyival közelebb van, akkor ott azért már látszik a vatta struktúráltsága. Tehát itt ez azért működik ilyen frankón, mert messze vagyok tőle, és hát ezt függetlenül meg fogjuk próbálni, mert az én képem. Ez így van. Én csak azt mondom, hogy itt ugye alapvetően azért tudtam használni a vattát, mert nagyon nagy volt a távolság, és ebben a távolságban ezek a kis részletek már nagyon összetömörülnek, és egy nagy
felleget alkotnak. Abszolút értem, hogy mire gondolsz egyébként. Tehát a textúra itt már nagyon frankon összeolvad tényleg. Illetve tudod, mi lesz a másik, amivel probléma lesz? Hogy valószínűleg valami fényforrással megvilágítottad a rakéta alatt. Igen. Az biztos, hogy megvilágítottad valamivel a rakétát. Igen, igen. És annak vetődik a fénye a vattára is. Igen. Tehát az ott valós fényforrás. Igen, az látszódik a... vagy hát... Jó, nem vagyok azt ugye, azt ugye azért árulom el, mert az biztos, hogy nincs neked, tehát alulról az egy rendszervakuval van kivillantva, hogy elég erős legyen meg minden. Arra gondolj, hogy ebből ugye jön ki ez a, hogyha nem ezt nézett, hanem az archívot, ugye jön ki belőle a hajtóanyag meg minden, és az ott igen. Egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen világító cső. Hogy tudod ezt megoldani, hogy van alatta valami cső? Hát én valószínűleg egy izével oldanám meg egyébként, csak nem tudom milyen neved, van az a pauszpapírnak hívják talán. Nem rossz, igen, az amúgy teljesen én, jó. Én azzal csak meg kell tartani ennek a valaminek a rakétát, mert ugye rárakod. Mert ugye magasabb, és hát elindul a földtől. Tehát ez innen jön ki. Hogy actually meg van emelve? Igen. Tehát ebben ugye az esetben egy műanyag flakon, amiben fluoridos víz van. Ami egyébként hasonló. És amit egyébként próbáltam, és nem tartja meg. Tehát én csináltam azt, hogy petpalackot kettébe vágtam ilyen csőre, és arra raktam rá, de az nem befőttes üveg. Szintén üveg valószínűleg megtartja. Teljesen jó. Igazából itt ezen a ponton már elárulhatom, mert gyakorlatilag már mindegy. Én sörös korsót használtam el. De az gyakorlatilag technológiai egy befőttes üveg. Így ilyen. Van. Tehát az egy üveg. Igen. És azt az üveget, az feltöltöd valamivel, hogy verje a fényt, vagy csak belevilágít az a csák? Az is vatta? Ennyire erős egy vakú? Mint az állat. Lerakunk valami üveget, nekünk sörös korsunk az nincs, de van izénk, öfögtes üvegünk, de tök mindegy, melyiket használjuk, mert igazából kitaláltuk. Igen, így van. És azt bevonod előről a vattával, és hátulról meglövöd fénnyel. Alulról. Tehát... Tudod, mi a baj az alulrollal? Na? Hogy így kell valami, ami tartja oldalról, de egyszerűen ez hátulról meglőni fényt. Egyébként az is egy megoldás, én a füst miatt csináltam ezt, de megtolhatjuk hátulról is, mert úgy is csináltam próba. Nem akarom átfúrni az asztalt, de az asztalon szeretném megcsinálni. Nem, én azt csináltam, hogy két deszkát emeltem meg közteréssel. Abszolút elhiszem, nem csináljuk. Oké, okay. Nagyon jó, nem. Ja, imádom, nem. Egy vaku nagyon erős, szerintem meg fogja világítani a távolabb lévő vattát is. Persze, mi? Miről beszélsz már megint? Még egy kérdésem lenne. Ne legyen. Hadd legyen már. Gondolom, zöld háttér előtt csináltad az egészet. Igen, és az ott valóban a zöld háttér, csak el lett húzva a színekékbe. Ebből olyan szint csinálsz, amit akarsz. Well, ezen hagyhattál volna gondolkozni, mert én aztán végigmentem volna körbevágni az egészet, és az lett volna a kérdésem, hogy a vattát hogy lehet körbevágni. három napig maszkoltam, étlen szomjan, érted? Igen, mert ez az! Napig 20 órában. Ja, na úristen. Én lennék most ott véletlenül, ezt csak azért mondom, ha véletlenül valami a jövőben lesz valami fordított helyzet, valami nem tudom, Lego te hagytad volna, hogy... Mint a húzat. Kicsit átrendezzük itt a dolgokat. Nekem van is egy ötletem már, hogy hogyan, úgyhogy ne legyen szuper fájdalmas az, hogy utána vissza kell rendezni. Az egy jó ötlet. Mert így vissza kell rendezni az elköszönéshez, amit felvehetnénk most, hogy sziasztok, de igazából megfejtjük ezt, berakjuk meg és az asztal jó is. Ez volt a tervem, köszi! Bocs.
akkor most megcsináltuk a képet. Te meddig dolgoztál ezen a képen? Hát, hogyha az építést beleszámítjuk, amikor a torony építés volt, az volt kb. Jó, azt ne számítsuk bele, mert nincs tornyom. Jó, oké, de hát csináltam próbaképeket, az ugye eleve, amíg összeállt, hogy ezek a problémák hogy jönnek ki, ez volt több óra. Tehát még előtte kétszer nekifutottam ennek a képnek, mindig volt mondjuk kb. 2-3 óra. Uh-huh. És akkor kiderült, hogy ez tök jó, csak teljesen rossz. És kuka és az egész. Teljesen újra. Kuka. És akkor volt az, hogy jó, ez már nem elég, akkor el kell menni stúdióba. És ott már az eddigi tapasztalatok alapján már 2 óra alatt összejött a dolog, de mondom ezt úgy, hogy előtte már azért ennek elkutottam párszor. Hozzátartozik, hogy mi akkor most nagyjából egy ilyen, hát nem tudom mennyire lehetett ez az építés, még így 30-35 perc, igen. Amit csináltuk. Jó, tehát akkor gyakorlatilag négyszer annyi idő alatt, gyakorlatilag négyszer olyan jó kép. Jó, én a részemre ez deal. Tehát igen, ez... figyelj, hát ez ilyen, meg ugye most ezt nem tudom, hogy ezt építem föl, szóval most már benne van egy kicsit plusz rutin, de általában ugye ez a 6-7-8 órás képidő, az kijött ennél is. Pici vagyok. Oké, nem került be a piros állvány a képre, de egyébként az összes többi meglehetősen hasonlít a dologra. Igen, de a piros állvány az is bekerült. Az én piros állványom, igen, csak ott rakéta piros állványa, nem? És az enyém sem úgy, ahogy szerettem volna. De ennek nincs is piros állvány. Én abszolút láttam magam előtt azt, tehát hogy így... Nem volt rossz? Nem tudod elképzelni, mennyire büszke voltam magamra, hogy kitaláltam, hogy azt tud meg lehetne oldani. Figyelj, igazából tényleg az ötlet az jó volt, és... Emelem kalapom, mert nekem például ez nem jutott eszembe, csak a probléma az, hogy technikailag megoldásában is problémás. Na, és valószínűleg egyébként ezek szűrődnek ki akkor, amikor ezt csináld újra, és újra, és újra, igen, és újra. Igen, igen. És... nekem is van sokszor, hogy elképzelek valamit, és hú, ez marha jó lesz, ezt csináljuk, hú, ez király, és utána, amikor elkezdem csinálni, és ott vagyok helyben, és nem. Nem, ez nem működik. Nem. És újra, és áttervezés, és én is közben tanulok. Vannak dolgok, amik így utólag visszanézve ilyen, váó, hogy nem jutott eszembe, de egyébként most csak, hogy egy kicsit még engedjünk belátást az embereknek a hátterébe, az általam készített képen tök egyértelműen jobban látszik, hogy az vatta, abból adódóan, hogy közelebb vagyok. Igen, tehát én ezt a képet eredetileg, ugye akkor volt hozzá ez a nagy állvány is, meg minden, tehát alambulatőn is nagy látószöggel készült, hát kb. 4 méterről. És ugye jóval több vatta, apróbb darabokból, uh-huh. És abban a távolságokból ez az apróbb darab, ez már összeáll egy ilyen masszává. Ugye ez ott a lényeg, hogy ugye ez azért közelről látszik a textúráján, hogy vatta, de abban a távolságban ami nálunk működött. Nem állt össze, vagy most nem állt össze, igen. Ez a része szerintem ebből is jól működött, az én kevésbé avatott szemeim, ez a kukés volt, igen. Ez a rész nem állt össze, itt ez kellett. Abban az esetben, ha a tényleges végső produktumot akartam volna összehozni, hogy az a legperfektebb legyen, és nem a videó a végleges produktum, hanem a kép, akkor ezt valószínűleg teljesen újra csinálom ezt a részét. Igen, 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 akkor kicsit szétszeded, akkor még vékonyabbra szeded, hogy látszódjanak ezek a részek. Még vékonyabbra, mert hogy lejönnek ezek a kis tapasztalatok, hogy hogyan kell csinálni, hogyan lehet jobban. Végezetül, hol találnak meg téged? Engem? A leírásban az összes link egyébként, csak mondom, igen. De egy abszolút nézzétek meg, de hogy melyik felületre, miket szoktál csinálni? YouTube-ra mennek ki ezek a work videók, illetve uh-huh. Minden, ami fotózással kapcsolatos, ebben vannak fotós túrák, vannak budapesti fotós körútak, például gangos házak, akkor bejutottunk egy hőerőmű be is. Szóval minden valami fotózás, ami közvetlenül ide kapcsolódik, azok az ilyen legós work videók, amik tényleg arról szólnak, hogy hogy készül egy-egy ilyen set. Facebookon Fixfan fotóz, aha. És Instagramon pedig a Bele.lampert a nevemet, ki meglepett. Ott is ilyen behind the scenes, mert tudom, hogy csináltál most Insta fotókat. Igen. Az is főleg legós. Viszont, és akkor most nekem egy kérdés, illetve nem nekem, hanem én neked, hogy oké, most ez itt rohangálós volt meg ilyenek, de neked hogy tetszett ez? Az helyzet, hogy nagyon-nagyon tetszett, és nem fogom ezt csinálni soha. Igen, valami ilyesmire számítottam. Tehát, alapvetően ez tök izgé. Tehát, hogy... Ez megint egy olyan dolog, van egy csomó olyan dolog az ember életében, ami szuper izgalmas, és a világ összes idejét el lehet vele tölteni. Igen. Ugye ez most egy kifejezetten nehéz beállítás volt, tehát mondom, ezzel én is küzdöttem. Nyilván ennél vannak
egyszerűbbek is, amit mondjuk, hogyha idehozom, mondjuk például ami a Marslanderről készült kép, az egy jobban rutin munka. Én teljesen biztos, mert ne ragudj, nem akarom, abszolút nem akarlak meghazudtolni, vagy bármi ilyesmi, teljesen biztos vagyok, hogy ez neked rutin munka. Én így valószínűleg így állnék, és így... Well... Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük a lehetőséget a Legónak. Megint nagyon... Azt nem gondolkozom egyébként, hogy tökéletlen lenne, hogy nézők a fel annyira élveznék ezeket a videókat, mint én. Mindegy, nagyon szépen köszönjük még egyszer a lehetőséget. Neked is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Minden elérhetőség lent a leírásban megtalálható. Nézzétek meg a munkáit, mert nagyon-nagyon királyak. Illetve előre is köszönöm. Kártyám meg a videó végén kirakom az előző közös projektünket. Az is király volt. Nem sokára ismét találkozunk. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok. Szevasztok.